Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója. Július 3-a, Soma és Kornél névnapja van. 73 éve Szilárd Leó az amerikai Egyesült Államok elnökéhez eljutatott petícióban kérte, hogy ne használják fel az atombombát a háborúban. 1971-ben Párizsban meghalt Jim Morrison rockzenész, énekes, költő, a Doors együttes alapítója. Most pedig következzenek a nap kiemelt hírei, először csak címszavakban. Szerbia és Ukrajna is mihamarabb az Európai Unió tagjává szeretne válni. Belgrádba látogatott ma az ukrán államfő. Nemzeti tanácsi választást tartanak ősszel Szerbiában. Megoldódik Bácskosútfalva vízellátása az elkövetkező időszakban. Mennyi lesz a búza kilogrammonkénti ára? Ez foglalkoztatja most a mezőgazdászokat. Szerbia tiszteletben tartja Ukrajna területi integritását, mint ahogyan Ukrajna is támogatja Szerbia egységességét, mondta Alekszandar Vučić, miután fogadta Petro Poroshenko ukrán elnököt. A két állam fő részt vett az állami küldöttségek plenáris ülésén, a nap folyamán pedig szerb-ukrán üzleti fórumot is tartottak. A legnagyobb katonai tiszteletadás mellett várta Petro Poroshenkót, Ukrajna államelnökét Alekszandar Vučić a Szerbia palota előtt. Az ünnepélyes fogadtatás után a két államfő négy szem közt ült tárgyalóasztalhoz. Közös cél a két ország bilaterális viszonyának javítása, a politikai párbeszéd és a kereskedelem javítása által, hangsúlyozta Alekszandar Vučić. Tek od 2017. godine, posle velikog pada u prethodnom periodu, počeli smo da uvećavamo našu trgovinsku razmenu i ona je iznosila 357 miliona američkih dolara u 2017. U značajan skok i našeg izvoza i našeg uvoza. A találkozón szó esett Koszovó helyzetéről is. Ukrajna tiszteletben tartja Szerbia területi integritását, emiatt nem ismerték el Koszovó függetlenségét sem, szögezte le Poroshenko. Az ukrán államfő hozzátette, a két ország közös célja, hogy mielőbb az Európai Unió tagjai legyenek, és igyekeznek ebben minden támogatást megadni egymásnak. Közös célunk, hogy 2025-re az Európai Unió tagjai legyünk. Azt szeretném, hogy Szerbia leküzdje a csatlakozási folyamat alatt felmerülő problémákat. Ez Ukrajna célja és vágya is. Fontos, hogy tanuljunk Szerbia tapasztalataiból, nyilatkozta a találkozó után az ukrán elnök. Szerbia és Ukrajna külügyminiszterei egy megállapodást is aláírtak, amely szerint az ukrajnai állampolgárok vízum nélkül utazhatnak Szerbiába. A megállapodás kitér a korrupció elleni harcra is, amelynek értelmében a két ország vámhatósága megoszthatja egymással információit. A nap folyamán szerb-ukrán üzleti fórumot is tartottak. Vajdaságjáról szerbiai export élén. A szerbiai külkereskedelmi árucsere az idei év januárja és májusa közötti időszakban meghaladta a 15 milliárd eurót, ami 9,3%-os növekedést jelent a tavalyi év ugyanezen időszakához viszonyítva, tájékoztat a Köztársasági Statisztikai Intézet. Szerbia 5 havi exportjának legnagyobb részét, 33,6%-ot Vajdaság adta. A külkereskedelmi árucsere legnagyobb mértékben azokkal az országokkal valósult meg, amelyekkel Szerbia szabadkereskedelmi szerződést kötött, az uniós tagállamok pedig 64,6%-kal vesznek részt benne. Nem lehet felbecsülni, hány migráns fog Szerbia területén maradni, de fontos, hogy mindenkinek, aki szeretné, lehetővé kell tenni, hogy maradjon, jelentette ki hétfőn Hans Friedrich Schröder, az ENSZ menekültügyi főbiztossága szerbiai képviseletének vezetője. Szerbia a közelmúltban fogadta el a menedékjogról és az ideiglenes védelemről szóló új törvényt, amelynek értelmében mindenki, aki nemzetközi védelmet szeretne kapni, aki kiérdemli és akinek szüksége van rá, kérelmezheti és megkaphatja Szerbiában is, nyilatkozta újságíróknak Schröder Belgrádban. Milenko Nikić, a Szociálpolitikai Minisztérium tanácsadója az újságíróknak elmondta, Szerbia 2015 óta, a migránsválság kezdete óta az EU egyik legstabilabb partnereként van jelen. Megállapodott a Német Kereszténydemokrata Unió és a Bajor Keresztény-Szociális Unió menekültügyi vitájuk lezárásáról, jelentette be tegnap este Berlinben Horst Seehofer, német belügyminiszter, a CSU elnöke. Kiemelte, hogy elégedett a megállapodással, amely lehetővé teszi, hogy tovább folytassa tárca vezetői munkáját.
Hangsúlyozta, a testvérpártok egyértelmű és a jövőre nézve tartós megállapodása révén megakadályozzák az illegális migrációt Németország és Ausztria határán. Kemény küzdelemmel és nehéz napok után jó kompromisszummal zárja le a menekültügyi szabályozás körüli vitáját a két párt. Ezt már Angela Merkel német kancellár mondta a megegyezés után. A megállapodás tartalmáról szólva azt mondta, hogy tranzitközpontokat építenek ki az Európai Unió valamely tagországában már nyilvántartásba vett menedékkérők elhelyezésére, és ezekből a központokból szállítják majd vissza őket a regisztráció szerinti tagállamba, ahol az EU-s szabályok alapján le kell folytatni menekültügyi eljárásukat. Soros uniós elnökségének ideje alatt Ausztria egy biztonságos Európa megteremtésén fog dolgozni az illegális migráció prioritást jelentő visszaszorítása által, jelentette ki Sebastian Kurz. A Soros EU elnöki tisztséget július 1-től betöltő Ausztria vezetője kijelentette, Európának a szomszédos régiókban is aktívnak kell maradnia, ugyanis az unió biztonsága a térség stabilitásában rejlik. Kiemelte a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozási kilátásainak fontosságát. El kell kerülni, hogy más országok, köztük Oroszország megerősítse befolyását a régióban, hangsúlyozta. Tüntetnek Macedónia szerte az ország nevének megváltoztatása miatt. Lezárult ugyan a 27 éve tartó görög-macedón névvita. Az Európai Unió és az ENSZ nyomására Macedónia és Görögország kormánya megállapodott abban, hogy a volt jugoszláv tagköztársaság új neve Észak-Macedónia lesz. Az egyezmény hatására a macedón és a görög kormány viszonya valóban rendeződött, ám a macedón tüntetők szerint az egyezmény megalázó hazájukra nézve, megkérdőjelezi nemzeti identitásukat és sérti önrendelkezési jogukat. A névváltoztatásról szeptemberben egyébként népszavazást tartanak Macedóniában. Sokan azonban attól tartanak, hogy a tervezett szavazás nem lesz ügydöntő, és így akadályozza meg a kormány, hogy a választók meggátolják az egyezmény életbe lépését. Továbbra is kitart korábbi véleménye mellett Irinej szerb pátriárka, miszerint még nem jött el az ideje annak, hogy az országba látogasson Ferenc pápa. A szerb pravoszláv egyház vezetője szerint ez a téma szóba sem került azon a találkozón, amelyen a vatikáni bíboros államtitkárt Pietro Parolin fogadta. Ivica Dačić szerb külügyi tárcavezető szerint viszont hasznos lenne Szerbia számára a pápai vizit, különösen Koszovó függetlenségének tekintetében. Egyes média információk egyébként arról szóltak, hogy hamarosan megteremtődnek a feltételek a pápai látogatásra, és erről szót ejtettek a vatikáni államtitkár legutóbbi szerbiai látogatásakor is. Nemzeti tanácsi választásokat tartanak ősszel Szerbiában. Pontos időpont még nincs, azonban érdemes utána érdeklődni, hogy szerepelünk-e a nemzetiségi választói névjegyzékben, anélkül ugyanis nem vehetünk részt a szavazáson. Annak jártunk utána, hogy miként lehetséges feliratkozni a névjegyzékbe. Akik szeretnének az ősszel esedékes nemzeti tanácsi választások névjegyzékében regisztrálni, szabadkai lakosok esetében itt a Városháza 215-ös irodájában tehetik meg azt. Más települések lakói a helyi önkormányzatok irodáiban iratkozhatnak fel a névjegyzékbe. Akik már az előző választáson is részt vettek, azoknak nem kell ismét jelentkezniük, de mindenképp ellenőrizzék az adataikat. Hangsúlyozta Lulik Emil, a Magyar Nemzeti Tanács elnökének jogi tanácsadója. El kell mennie a helyi önkormányzat illetékes szervéhez, ez általában az állandó egységes névjegyzéket, választói névjegyzéket és a külön névjegyzékeket kezelő szerv, ahol egy személyazonosító okmánnyal, személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel, esetleg szerbiai útlevéllel, szerbiai állampolgároknak meg kell jelenni. A nemzeti tanácsi választást legkésőbb november 4-ig megtartják, nyilatkozta korábban a Pannon Televízió Szubjektív című műsorában Branko Ruzsik. A szerb államigazgatás és helyi önkormányzati miniszter kiemelte, az egységes választói névjegyzéken belül jelennek meg a külön nemzeti kisebbségi névjegyzékek, így a frissítések és a változások is ezen belül történnek. Ovo praktično, kao sam rekao, biti zaista godina koja će obeležiti sva ova unapređenja, ja koristim i priliku da sve pripadnike nacionalnih manjina zaista pozovem da iskoriste svoje bilo pasivno ili aktivno biračko pravo, da se upišu u posebni birački spisak, to se radi kod referenata u jedinicama lokalne samouprave, da učestvuju na tim izborima. A Magyar Nemzeti Tanácsi Választásokra eddig egyébként két magyar szervezet jelezte részvételi szándékát. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke korábban azt nyilatkozta, hogy a párt civil listával vesz majd részt a voksoláson, míg a Magyar Mozgalom is bejelentette korábban, hogy indítanak listát az ősszel esedékes megmérettetésen. A résztvevő szervezetek listák száma még bővülhet addig.
Több fontos beruházás megvalósítása is folytatódik Szabadkán és Palicson, és új befektetést is realizálnak, nyilatkozta a Szabadkai Magyar Rádió Napindító című műsorában Horváth Tímea. Szabadka alpolgármestere kifejtette, a Szabadkai Népszínház kiépítésének 8. fázisa halad, továbbá az Y-ág további kilométereinek kiépítése is folyamatban van. A Palicsi Wellness Központ előkészületi munkálatai jelenleg is zajlanak, az első kivitelezési fázis pedig hamarosan megkezdődhet. A következő évben további 600 millió dinárt biztosítanak a második és a további szakaszok megvalósítására, tette hozzá. Horváth Tímea arról is beszélt, hogy Mórahalom és Palics együttműködése is szorosabb lesz az elkövetkező időszakban. A szomszédos magyarországi településen szerb kulturális központ épül, szögezte le. Palicson pedig ugye a Bohiny utcában az iskola mellett pedig meg fog épülni a Magyar Művelődési Ház. A kivitelezővel a szerződés már alá van írva, úgyhogy nem sokára várjuk az alapkőletételét is. És ezt miért említettem, mert azt is kihangsúlyoztam, hogy tartalmakkal kell megtölteni. Ez egy nagyon jó példája annak, hogy a két szomszédos nép, a magyar, a szerb, a kultúrát, a hagyományokat és egymásnak a szokásait meg tudja ismerni. Különböző irodalmi estek lesznek, koncertek lesznek, kiállítások lesznek, és egyaránt a mórahalmiak látogatni tudják ugye a mi előadásinkat, mi pedig az övéket. Hamarosan elkészül Bácskosút falván az ivóvizet szolgáltató kút. A munkálatok befejeztével az ivóvíz hálózatára kapcsolják a mintegy 100 méter mély kutat. A fejlesztés hosszú időre megoldhatja a település vízellátását. Megkezdődtek Bácskosút falván a munkálatok az 5. ivóvízkút üzembe helyezésére. A forrás már be is fejezték, és hamarosan megkezdődik a felszerelése is. Ez a kút azért fontos volt Bácskosút falvára, vízünk van, viszont készülvén az elkövetkező 10-20 vagy esetleg hosszabb évi periódusra, amikor esetleg még extrémebb időjárások lesznek, ahol még nehezebben tudunk majd elérni rétegeket, akkor hosszabb távon mi tudjuk azért biztosítani a vizet. A 96 méter mélységű kút másodpercenként 13 liter vizet szivattyúz a felszínre. Az első analízisek elkészültek. A víz minőségére a mintát már levették, és nem sokára azt is küldik elemzésre. A Bácskosútfalvi vízellátásra 8,5 millió dinárt fordítottak. Az illetékesek elmondták, hogy a fejlesztéseknek még nincs vége. A tervek szerint a régi vízvezetékeket is ki fogják cserélni a településen. El lehet mondani azt is, hogy erre nagy szükség volt, két oknál fogva, ugye, mert nyáron akkor már a vízellátás akadozó lehetett volna, és akkor úgy gondolták a helyi közösség vezetősége, hogy most van rá eszköz is arra, hogy ezt ők próbálják összerakni. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 20%-kal nagyobb a vízmennyiség, és akkor itt el lehet mondani, hogy akármilyen szárasság lesz, akadály annak, hogy víz nem lesz, tehát olyan nem kell, hogy legyen, és akkor ez hosszú távon befektetés, olyan befektetés, ahol indokolt ezt most megtenni. Kislinder Gábor ezen felül hozzátette, az első eredmények alapján a kútból nyert víz kitűnő minőségű. A köztársasági árutartalékok várhatóan 18 dinárt fizet majd a termelőknek 1 kiló búzáért, írja a Magyar Szó online felülete. A szerb kormány a tervek szerint csütörtökön dönt arról, hogy jóvá hagyja-e az árutartalékoknak a 30 ezer tonna búza felvásárlását. A vajdasági termelők a búza nagy részét már learadták, most az árak érdeklik őket leginkább. Szakértők szerint Bácska területén a búzatermés 80%-át, Bánát területén pedig a termés 60%-át már learadták a gazdák. Kisbicskei Zsolt szerint a kevi környéki mezőgazdászok többsége már túladott a gabonafélén. Vannak itt a környező takarmánkeverő, gondolok itt Csantavérre, akkor van az Énténmalom, most itt vannak az Énténmalomnak is több fölvásárlóhelye. Tehát értékesíteni tudják, csak az a kérdés, hogy ugye milyen áron, mert itten még igazából konkrét ár nincsen, ha bár sajnos elég rossz árakat, vagy elég alacsony árakat emlegetnek, hogy majd lesz a buzára. Hát megvárjuk szezon végét, hogy mi lesz. Kalmár Robert bogarasi termelő elmondta, a környékbeli felvásárlók 15-16 dinárt fizetnek 1 kiló búzáért. Ez az ár azonban nem fedezi a kiadásokat, tette hozzá. A 16 dinár az messze nem reális ár, mert az önköltségi ár alatt van ez a 16 dinár. Viszont nem is azért termeljük a búzát, hogy valami nyereség legyen, hanem a vetésforgó miatt vetjük.
Bár idén az időjárás változékony volt, a búza hozama az előző évhez képest átlagosnak mondható. Ami nagyon negatívan hatott ki, a legtöbb parcellára, ahol búzák vannak, azok ezek a június végei esők, valójában az aratás idejébe, mikor megtörtént az, hogy a búza ledőlt, és ezek a területek nem lett kevesebb a hozam, viszont a minősége nagyon romlott. Az agrármérnök hozzátette, a Bácskában található búza földeken a hét végéig várhatóan véget ér az aratás. Vádat emeltek Szegeden a vajdasági férfi ellen, aki szilveszterkor megölte barátnőjét a Tiszaparti városban, börtönbüntetésre ítélhetik. Rögtön jönnek a részletek, először azonban lássuk, mivel foglalkozunk még a híradó folytatásában. Újabb szerbiai turista csoportnak hiúsult meg a nyaralása egy utazási iroda felelőtlensége miatt. Holnap kezdődik Kishegyesen Vajdaság egyik legnagyobb bulia, a Dombos Fest. A Csongrád megyei főügyészség vádat emelt azzal a szerb-magyar kettős állampolgárságú férfival szemben, aki új év napján megölte szintén vajdasági barátnőjét Szegeden. Az előzetes letartóztatásban lévő férfit emberölés büntettében vádolják. A vád szerint az északbácskai Gunarason élő férfi január 1-ére víradóra folytogatni kezdte az ágyban fekvő sértettet, fejét többször a falba verte. A lánya bántalmazás miatt rövid időn belül elhunyt, ezután a férfi megkísérelte felvágni az ereit. Miután nem járt sikerrel, szólt az egyik szomszédnak, hogy hívja a mentőket és a rendőrséget. Az 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt az ügyészség a vádlottal szemben börtönbüntetés kiszabását és Magyarország területéről történő kiutasítását indítványozta. Újabb szerbiai turista csoportnak hiúsult meg görögországi nyaralása az utazási iroda felelőtlensége miatt. Két teli autóbusz indult volna Görögország felé Csácsakról, Kragujevácon és Krájevón át, azonban a csácsaki székhelyű Jazz Travel tulajdonosa arról értesítette az autóbusz vezetőit, hogy ürítsék ki a járműveket, az utazást pedig lemondták. A károsultaknak saját maguk kellett megoldaniuk hazaútjukat, írja az N1. Az utazók szerint addig minden rendben volt, míg Kragujevácra és Krájevóba meg nem érkeztek. Ott a sofőrök megállították a buszokat és leszállították az utasokat. Nem hivatalos információk szerint az utazási iroda adósságot halmozott fel a görögországi szálláshelyeknél, amelyet nem törlesztett. Élnek és a körülményekhez képest jól vannak a barlangban rekedt thaiföldi gyerekek. A 12 kamasz fiú, akik egy foci csapat tagjai, az edzőjükkel együtt 9 nappal ezelőtt mentek be egy barlangrendszerbe, de a vízszint gyors emelkedése miatt már nem tudtak kijutni onnan. A mentőcsapatok feladata a gyerekek kimentése. Szakértők szerint ez akár 4 hónapig is elhúzódhat a megemelkedett vízszint miatt. Először élelmiszert küldenek a barlangba, majd orvosok ereszkednek le, hogy felmérjék, milyen egészségügyi állapotban vannak a gyerekek. A vizet folyamatosan szivattyúzzák, de az esős évszak miatt ez könnyen szélmalom harcá válhat. A búvároknak valószínűleg meg kell tanítaniuk a kimerült gyerekeknek, hogy kiússzanak a barlangból a víz alatt. Holnap veszi kezdetét Kishegyesen Vajdaság egyik legnagyobb bulia, a Dombos Fest. Július 8-áig számos együttes, énekes mutatkozik be a Lőszfal tövében. A térség egyik legjelentősebb és legkedveltebb művészeti fesztiválján idén olyan előadó művészek lépnek fel, mint Lajkó Félix, Aladány Bene 27 vagy Csizmadia Anna és a Fokoly Zenekar. Most még ugyan így néz ki a Lőszfal. Holnap pedig már így fog kinézni. Kultúra, zene, hagyományápolás, igazi vajdasági hangulat. Minden évben ezt adja a Dombos Fest, amely az évek során az egyik legközkedveltebb rendezvényé nőtte ki magát a térségben. Nem is csoda, hogy a helyiek minden évben izgatottan várják Kishegyes legszórakoztatóbb eseményét. Voltunk, igen, tavaly is voltunk, meg gondolom most is ki fogunk menni, majd valamilyen koncertet megnézünk. Összehozza az embereket a faluból is, és lehet beszélgetni, ismerkedni az emberekkel. A Hegyalja utca közvetlen közelében él az 5 éves Hubert Rómeó, aki a hangos zenét szereti a legjobban. A fesztivál tehát a legkisebbeket is sikeresen megszólítja évről évre. Voltál-e már a fesztiválon? Jössz-e idén? Igen. Kikkel szoktál jönni? Apukám, meg anyukám, meg a bátyám, meg a ninámmal.
Szerdán kezdődik a Kishegyesi Dombosfest itt a Hegyalja utcában. A löszfalat fényfestéssel díszítik ki, amely megadja a fesztivál igazi varázsát. A löszfal tövében már szinte minden készen áll a szerdai fesztivál megnyitóra, hamarosan a színpadokat is felállítják. A Dombosfest idén lesz 18 éves, a születésnap alkalmából 18 előadó szórakoztatja majd a közönséget. Nagykorú lett a Dombosfest, hát valamilyen szinten ezt szeretnénk körbejárni, hogy milyen volt az elmúlt 18 év. Ugye van egy kulturális legyomata ennek, népzene, világzene, jazz, erről lett híres, hogy olyan előadókat hozunk, amelyek máshol, más fesztiválokon itthon nem nagyon láthatóak, és idén is ezekből az előadókból szemezgettünk, tehát Lajkó Félix évek óta itt mutatja be új produkcióját, tehát vele ünnepeljük úgymond a nagykorúságunkat. A rendezvényre a helyszínen lehet jegyet váltani, a fesztiváljegy 1300, a napi jegy 400, a családi jegy pedig 1000 dinár. A 15 év alatti gyerekeknek ingyenes a belépés. Tanúi vagyunk annak, hogy az angol nyelv minden más idegen nyelvet kiszorít a fiatalok mindennapjaiból. Ennek ellensúlyozása céljából szervezik meg immár 8. éve a német nyelvi tábort Muzsján. A bánáti rendezvénynek különleges jelentése is van, hiszen azon a tájon korábban erős, szervezett sváb közösségek éltek. A tábor célja fejleszteni az iskolában szerzett nyelvtudást, valamint hogy a diákok megismerkedjenek egymással, barátságot kössenek. Lázár Mónika határozott céllal érkezett a táborba. Ahogy most mi már tervezzük a jövőt, és akkor, hogyha például egy orvosnak több nyelvet kell tudni, és ezért nekem fejlesztenem kellene, mert hogy én orvos szeretnék lenni, aki a gyerekekkel foglalkozik, és annak nagyon sok nyelvet kell tudnia. A fiatalok könnyebben választják az angol nyelvet azért is, mert könnyebbnek találják, mint más nyelveket. Az angol nyelv ugye az mindenfelé körülvesz bennünket, a német nyelvvel kicsit kevesebbet találkoznak a gyermekek. De éppen erre szolgál ez a német tábor, hogy játékos módon, érdekesítével a nyelvet közelebb hozzuk hozzájuk, és ne érezzék úgy, hogy ezt képtelenség megtanulni, vagy nagyon nehéz. Azt tapasztalható, hogy a fiatalokat manapság már sokkal intenzívebben foglalkoztatja az idegen nyelv tanulása, mint az korábban tapasztalható volt. Másodszorra vagyok ebben a táborban. Idén azért jöttem el, mert majd ki szeretnénk menni Németországba, és azért szeretnék valamennyit tudni. Iskolába is tanulom a németet, bár nem annyira jól. A táborban a több nyelvűség fontosságára is felhívják a figyelmet, ennek pedig éppen Bánátban volt nagy hagyománya. Jó együttműködésünk van a Becskereki Német Egyesülettel. Minden évben ellátogatnak hozzánk a tábor alatt, vagy mi látogatunk hozzájuk. Azt sem tudják a gyerekek, akik itt részt vesznek, hogy itt valamikor mennyi német élt ezen a területen, és akkor próbáljuk velük megismertetni a hagyományaikat, szokásaikat. A tábort a Múzsiai Szervó Mihály általános iskolában tartják. A német nyelvtanulás mellett a résztvevők megismerhetik a környék nevezetességeit, és kirándulásokra is elviszik őket. 19 művész 5 napon át alkot Bácskosútfalván az idei 9+1 nemzetközi művésztelepmesterkurzusán. A vajdasági és magyarországi művészek alkotásait a szombati zárónapon tekinthetik meg az érdeklődők, amikor nem csak a készítőket és a tárlatot tekinthetik meg, hanem betekintést nyerhetnek a táborban zajló munkába is. Lázár Tibor festőművész saját bevallása szerint visszaeső táborlakó, már a kezdetek óta a művésztelep alkotó közösségéhez tartozik. Én nekem nagyon jó esik azt végignézni, hogy a mások hogyan dolgoznak, másoknál ez a folyamat hogyan néz ki, tehát kirukaszkodni abból a megszokott környezetből, ahol egyébként dolgozunk. A tábor nemzetközi jelleggel bír, érkeztek művészek Vajdaság számos településéről és Magyarországról is. Idén a szervezők 19 művész hívtak meg a táborba. A tábornak van egy szelektora, Utcai Dávid, festőművész. Ő vajdasági származású, de Budapesten lakik.
Ő határozta meg a tematikát, palimpszeszt a téma, amiről el lehet mondani azt, hogy ez a palimpszeszt, ez egy újra felhasznált pergamen, amit ugye hát a szöveget annó lekapartak, újra felhasználtak, és hát ugye, hogy ne vesszen kárba, régen drága volt ez a papírus, hát ezt a témát választotta a szelektorunk. Szombaton a tábor utolsó napján az elkészült művekből kiállítást rendeznek, ahol az alkotókat is megismerhetik az érdeklődők, és a művésztelep munkájába is betekintést nyerhetnek. A sporthírek előtt néhány szó az elkövetkező napok időjárásáról. Folytatódik térségünkben a napos, meleg idő holnap is, csapadékra már nem kell számítanunk az előrejelzések szerint. A legmelegebb órákban 28 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála. A hétvégéhez közeledve egyre inkább melegszik majd a levegő, szombaton és vasárnap már akár 30 fok is lehet. Egyes helyeken megnövekedhet a felhőzet, és helyi jellegű zápor, zivatar kialakulhat ugyan, de nagyobb mennyiségű csapadékra a térségünkben nincs kilátás. Ha hihetünk az előrejelzéseknek, megérkezett hozzánk a nyár. Drámát láthatott tegnap este a foci kedvelő közönség a világbajnokságon. A belga válogatott két gólos hátrányból fordítva a 94. percben lőtt találattal 3-2-re legyőzte Japán legjobbjait az oroszországi VB tegnapi nyolcaddöntőjében, így bejutott a legjobb nyolc közé. A gól nélküli első félidőt követően a japánok az 52. percre 2-0-ás előnybe kerültek, de a belgák a második játékrész közepén 5 perc alatt egyenlítettek, a 94. percben pedig egy kontra végén a győzelmet érő találatot is megszerezték. Belgium a pénteki negyeddöntőben az 5-szörös VB aranyérmes Brazíliával találkozik Kazanyban. Nem sikerült tovább jutni a Györe Lászlónak Wimbledonban. Az entai teniszező az első fordulóban 4-szettes mérkőzésen 7-6, 6-7, 6-2, 6-4-re kapott ki az olasz Paolo Lorenzitől. Az első két játszmában fejfej mellett haladtak a teniszezők, és mindkét szettben rövidítés döntött. Az elsőt az olasz játékos nyerte, a második a Györe. A harmadik játszmában Lorenzi kerekedett felül és 6-2-re nyert. Az olasz 6-4-re bizonyult jobbnak a negyedik szettben, és bejutott a második fordulóba. Eddig tartott a híradó, a nap kiemelt hírei jönnek még egyszer címszavakban. Szerbia és Ukrajna is mihamarabb az Európai Unió tagjává szeretne válni. Belgrádba látogatott ma az ukrán államfő. Nemzeti tanácsi választást tartanak ősszel Szerbiában. Megoldódik Bácskosútfalva vízellátása az elkövetkező időszakban. Mennyi lesz a búza kilogrammonkénti ára? Ez foglalkoztatja most a mezőgazdászokat. Köszönjük szépen a figyelmüket! A pannonrtv.com weboldalon még több friss hírt és információt olvashatnak, és a riportjainkat is visszanézhetik. Ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban, és szép estét kívánok, viszontlátásra!